Üdv mindenkinek, itt egy Robika 1001-es pmradio.hu, egy újabb kis teszt, Mikulás napján 2014-ben, sziasztok! Na, mostani teszt alanyunk egy érdekes energiaforrás, egy aquacellnek nevezett elem, ami korlátlan ideig tárolható, aktiválás nélkül, és az aktiváláshoz nem kell más, mint víz. 5-10 percen keresztül kell a kinyitott elem burkolatnak benn lenni egy pohár vízbe. Itt az acskóján szépen le is van írva, igaz, hogy angolul, de a kis jelzések mutatják, hogy le kell szedni az akkumulátornak az alsó részét. Itt egy 5 forintossal vagy egy kulccsal szépen letekerhetjük, bele kell rakni a vízbe. Utána, ha lejárt ez az 5-10 perc, akkor ki kell vennünk, rá kell tekernünk az alsó felét a cellára, és utána már használhatjuk akár egy elemlámpába is, és aktív lesz. Az adatlapok szerint 1 amperes egy darab cella. Van belőle ceruza elem méretű, tehát 2A-s, és van belőle itt a 2A-s, és van belőle 3A-s verzió is. Tehát ugye a 3A-s az kisebb eszközökbe, villogóba, kisebb zseblámpába a 3A-s, a 2A-s meg ugye nagyobb eszközökbe, akár rádióba, vagy nagyobb lámpába, akár egy több pakba összerakható készlettel, akár egy CB rádiót is egy 10-12 darabbal szépen el lehet indítani, egy kézi rádiót. Hát most jelen pillanatban mi a 3A-sból fogunk 4 darabot elindítani, és megnézzük első körben, hogy hogyan megy egy PMR rádióban, mennyire lehet majd üzembe helyezni vele a rádiót, és bírja-e annak az áramfelvételét. Hát most ugye leszedjük mind a 4 darabnak a rögzítőjét. Itt látszik a rögzítőnél, hogy ott van benne egy ógyűrű, úgyhogy ha jól rátekerjük, akkor nem fogja megengedni, hogy kijöjjön bőle a benne lévő víz. Nem szabad tölteni az elemeket, tehát nem tölthetőek az elemek, nikkel-metálhibrid, nikkel-kadmium maksiknak a töltőjébe nem szabad belerakni. Mindegyiket letekerjük. Így, tehát megvettük, minden 4-et letekertük. Ezt most innen elviszem, itt van egy pohár vízünk. És akkor most megnézzük, hogy mennyi az idő. Azt mondja, hogy adunk neki 10 percet, most van 14 óra 3 perc. Azt mondja, hogy 14 óra 3 perc, és akkor belerakjuk a vízbe őket. 1, 2, 4, benn van mind a 4. És akkor most adunk neki egy 10 percet, hogy itt ázzon a vízben, és jól fel tudjon töltődni. Na, akkor egy 10 perc múlva. Na, folytatódik akkor a videó, lejárt a 10 perc, úgyhogy most kivesszük a 3A-s elemeket a pohárból, és megtörölgetjük őket. Azt megnézzük, hogy működik-e, beaktiválódtak-e. Rárakjuk az alját, és rá is tekerjük. Ebben segítségünkre lesz az 5 forintos. Rátekertük, és jól megtöröltük. Egy darab készen van. Jön a következő. Na tehát a lényeg ebbe az elem fajtába, hogy korlátlan ideig eltárolható, és nem kell hozzá semmi más, csak víz, hogy aktiválni tudjuk. Tehát egy normál, tartós vagy bármilyen elemhez képest, aminek 3-5 év a tárolási ideje, ez, hogyha nincs aktiválva és száraz környezetben van, tehát benn van egy zacskóba, akkor akár még több ideig is lehet tárolni. Csak egy kis víz kell hozzá, 10 perc, és már is bele lehet rakni az energia
szegény készülékbe, legyen az egy fényképezőgép, egy lámpa, vagy bármi más egyéb. Tölteni nem szabad, tehát töltőbe nem szabad belerakni. Na jön az utolsó. Úgyhogy igazából ezt ilyen vésztartalék és egyéb ilyen jellegű dolgokra tökéletesen jól lehet használni, és mindegyiket jól rátekertük. Ugye van benne egy pici ógyűrű, ez megakadályozza, hogy a nedvesség ki tudjon szivárogni. Azért jól megtörölgetjük. Mindegyik jól rá van rögzítve. És most ugrik a majom a vízbe, azért egy multiméterrel megmérjük a lehetőséget. Valójában mi is van az elembe. Na. Hogy bekapcsoltuk. És megnézzük, hogy mit mutat. Azt mondja, hogy negatív, és azt mondja, hogy pozitív. 1,53 egyik. 1, ez még 1 egész se. Ez marha érdekes. Jó. Ez 3,2. Ez 1,6. Na hát akkor megnézzük, hogy majd egy picivel később ezekből némi nemű 3 jön elő, de akkor úgy látszik, hogy itt is van zsiványság. Ez jó, azt félretesszük, ezt tudjuk, hogy jó. Ez 3 egész akármennyi. Egy egész 6,2. Hát ez még mindig csak 2, úgyhogy ezzel most még egyelőre nem lesz teszt. Aktiválunk még be 2 darabot. Na, akkor a harmadik videó. Szóval beaktiváltam még plusz 2 cellát, mivel az előző aktiválásnál én nem kevertem meg a cellákat a vízbe. És ugye az akkumulátor hátsó részénél, hogyha beleraktuk, itt egy kis légbuborék keletkezhet, és nem biztos, hogy bele tud menni jól a víz. Úgyhogy érdemes valamivel megkeverni a cellákat benne a vízbe, az elemeket, és most ki tudom mérni mind, mert visszaraktam egy újbóli 10 percre az akukat, úgyhogy most a 2 volt helyett szépen mindegyiknek mutatja, hogy 1 egész majdnem 4, 1,6, 1,55, 1,57, és ugye itt a legelőször a jól sikerültek, elméletileg 1,57, és 1,56. Tehát most mindegyikbe szépen megvan az a feszültség, amire szükségünk van, úgyhogy most polaritás helyesen belerakjuk a rádióba, és megnézzük, hogy ez a kis okos, ügyes a Galaxy 009-es, ez szépen fog-e tudni dolgozni vele.
azért a hátulját azt rárakjuk, ugye jó, megtörölgettem, rá lett húzva mindegyikre az alja, és remélhetőleg nem csordogál ki belőle semmi. És levettem az övcsatot a Galaxiról. Na és megnézzük, hogy egyáltalán bekapcsol-e. Hát, ez nagyon nem akar bekapcsolni. Két szélsőt kivesszük, és belerakunk másikat. A Galaxy az eleve. Na, hogy én rakom bele? Egyni. A Galaxinak eleve az órát kellene mutatni, de valamilyen oknál fogva nem akarja mutatni az órát. Ez pedig azt jelenti, hogy nem tud leadni elég milliampert az elem. Úgyhogy valami más eszközbe kell megnéznünk, de azért most megmérjük megint, hogy ezt a minimális terhelést 1,26. Jó, ezt félretesszük. 1,2. Hát ez se. Egy egész kettő. Érdekes, 10 percet azt megtartottuk, de valamilyen oknál fogva ez nem igazán úgy akar működni, ahogy leírják. Na, majd keresünk mást, amivel be tudjuk üzemelni. Na, a harmadik videó, 2A-s elemeket is beleraktam a vízbe, mivel a GPS se tudtam elindítani, itt látszik, hogy jön ki a buborék belőle, úgyhogy megnézzük, hogy ha ezt megkevergetjük, akkor ki tudjuk-e belőle űzni a buborékokat, hogy jól bele tudjon menni a víz, és akkor itt is adunk egy 10 percet az elemeknek, mivel a 3A-s elemeket, azokat 1,5 volt ott mutatva, sikerült ellenőrizni, viszont a GPS se tudták elindítani, tehát egy zseblámpa az világít tőle. Én körülbelül olyan 230 milliampert mértem rajtuk, tehát 0,2 ampert. Most megnézzük, hogy ezek a 2A-s elemek, ezek mit fognak működni 10 perc múlva. Na, következő videó. Megnézzük, hogy a 2A-s méretű akvacellák azok feltöltöttek-e. Megtöröljük, lezárjuk. Mivel a 3A-sak valamilyen oknál fogva nem akarják leadni azt a feszültséget, amit kellene, és nem indították el a rádiót se. 1,5 volt az megvan bennük, de
viszont azért jól ráhúzzuk, jól ráhúztuk, ezt is jól ráhúztuk, oké. Hát én most a kettő ásakat, azokat beleraktam egy ilyen X-ray LED lámpába, ez egy elég régi lámpa, de egy eredeti jófajta LED lámpa. Igaz, hogy most már szerintem több mint 7-8 éves. Úgyhogy itt vannak benne az akvacellák. Mindegyik 1,4-1,5 voltos. És összerakjuk. Legalábbis megpróbálkozom vele összerakni. Így. Hát gyerekek. Ez békafing. Ha valamit világít lámpába, jó, de amit mondjuk észrevettem ennél így a fél órás, háromnegyed órás kínlódásnál, hogy nem azonnal kezd el jó voltot leadni, hanem kell vele még várni, tehát össze van rakva, és még utána is változik a feszültsége. Hát jó, hát most világos van, úgyhogy majd megnézzük, hogy meddig világít. Jó, tehát akkor összeraktuk a kettő ásokat, és most megnézzük a Garmin GPS-t. A Garmin GPS-nek annak elég egy 300 milliamper is az induláshoz, úgyhogy ez most tényleg egy éles teszt lesz. Megnézzük, hogy elindul-e a Garmin GPS. Hát ez most egy villanást csinált, aztán kifújt. Elég polaritás helyesen raktuk bele. Jó, hát rámérünk, hogy hány volt van benne. Aztán kiderül. Annyira örültem neki, hogy egy tök jó technikát lehet kipróbálni, és hasznos, és egyebek, de most egy picit elvette a kedvemet a 1,6 volt. Hát adjunk neki egy kis terhelést. Ezt megnézzük, hogy pedig leadja. Na, megpróbáljuk még egyszer. Hát te kipróbáljuk sima elemmel. Lebomba. Tesco saksik. Be is kapcsolt. Ugye? A világítást adunk, rámutatja, hogy le van merülve az akkumulátor. Hát ez az elemmel, hogy az akkumulátorral azzal szépen elindul. Várunk egy picit ezekkel a cellákkal. Úgyhogy beleraktuk. Polaritás helyesen. És akkor megpróbáljuk elindítani. Ugye világítás nélkül indul. Semmi. Az ég adta egy világon. Úgyhogy még egy Garmin GPS se indít el a dolog. Most ez már azt mondja, hogy 6-8 darab cella lett beaktiválva, és a kettő ások se vitték, hogy a három ások se vitték, de hogy a kettő ás se vigyen valami ennyire egyszerű eszközt, hát akkor lehet, hogy viszont tényleg igaz, ami a papíron van, hogy gyerekek, zseblámpába, de hogy 1 ampert nem bír leadni,
és ugye egy Garmin GPS-nek meg untig bőven elég az a 200-300 milliamper, ezt én nem értem. Tehát vagy nagyon kicsi amper tud leadni szegény szerkezet, vagy egyebek, de az, hogy egy LED lámpához tudjuk használni, ahhoz meg elég drága, és itt ugye más felhasználási terület is lett volna, de erre meg untig bőven elég. Na mindegy, kísérletezésnek nem kapcsol be. Hát, akvacella. Most vagy én fogtam ki, vagy tényleg csak zseblámpába jó. Na, egyelőre ennyit erről. Sziasztok, egy Robika 1001 pmradio.hu. Na üdv mindenkinek, ez az ötödik videó az akvacellás tesztből. A tennapi nap során délután be lett aktiválva jó pár cella, mind 3-ásból, mind 2-ás cellából. Még utána lett olvasva és egy kis tapasztalat lett gyűjtve a cellákról. A lényeg a cellában, hogy nagy áramfelvételű eszközökön nem lehet használni, tehát PMR rádió, vagy akár egy ilyen 300 milliampert is megevő GPS-nél sajnos nem lehet használni. Ezt a gyártó oldalán lévő piktogramok is jeleznék, és hogyha okosak lennénk, akkor a piktogramokat követnénk. Ugye ott egy kis mutatós óra, távirányító és zseblámpa szerepel a használható eszközök között, és ez maximálisan igaz is, tehát max. Ilyen 100 milliamper áramfelvételű eszközbe lehet használni, mint például villogó, tehát bicikli villogó, ebben teljesen tökéletesen jó, vagy tévétávirányító, vagy egy óra, vagy pedig, amit sikeresen be tudtam üzemelni a nagy 2-ás akkumulátorokkal, az pedig egy Sony világvevő rádió, és ez teljesen jól szól. És ez most már egy 3 órát üzemelt. Úgyhogy 3 órát az teljesen szépen el tudott menni az akkumulátorokkal. Ez tegnap délután lett 1 óra környékén beaktiválva. És mindjárt megnézzük, hogy hány voltot tud. Legalábbis mennyin van most az aksi. Azt nem tudom, hogy mi látszik belőle. Valami majd mindjárt látszik. Azt mondja, hogy pozitív. Egy egész öt nyolc. Tehát 3 óra használat után se nagyon esett le a feszültség. Úgyhogy kis rádióba, lámpába, órába, ilyesmibe teljesen tökéletes. Most sokféle információt lehetett olvasni, és ugye sok fordítás magyarra nincs a gyártónak az oldalán. Egy-két cikket lehetett találni, ott viszont rendesen leírták, hogy Na, már működik is. Tehát tehát ebbe is szépen tud működni. Úgyhogy több cikk is olvasható az akkumulátorról. Hát majd bővebben leírom, hogy pontosan mi, hogy működik rajta, de a lényeg az, hogy a cikkek alapján újra használható az akkumulátor, tehát hogyha lemerült, ez az 1 ampert kihasználtuk belőle, akkor utána, ha ki is száradt,
akkor minden további nélkül vízzel újra aktiválható, és mivel nem tartalmaz mérgező anyagot és nehéz fémet, egyebeket, így minden további nélkül teljes mértékben környezetbarát. A másik az, hogy nagyon könnyű, mivel egy műanyag burkolatba van belerakva az egész szerkezet, így teljesen egy könnyen cipelhető, nem nehéz súlyú akkumulátorokról van szó, de maximálisan meg kell jegyezni, hogy kis áramfelvételű eszközökbe lehet csak használni, tehát rádió, ledes zseblámpa, hát ebbe is ez van még, és ez is ment egy ilyen 2-3 órát, ebbe is ez van még, ez is ment egy 2-3 órát. Hát most ugye itt megy a világítás, úgyhogy appali fény van, nem igazán érvényesül, de a piciknek se változott az akkumulátor feszültsége, úgyhogy igazából egy jó dolog, hogyha rendesen használjuk, és kap vizet, újra aktiválható és utána használható eszközről van szó. Hát röviden hosszat ennyit az akvacelláról, kipróbáltuk, tehát nagy áramfelvételű eszközben nem, viszont kicsi áramfelvételű eszközben mondjuk, hogy egy nagyon-nagyon környezetbarát akkumulátort lehet belőle használni. Sziasztok, Robike 1001 PM Radio.